Egymás után nőnek ki a földből a kisebb-nagyobb szabású zenés szórakoztató, mindenki kedvére való rendezvények, fesztiválok. Ez maga után vonja az alkohol és sok esetben a drog használatát, főleg a fiatalok körében. A bulisegélyszolgálat, vagy hát egy parti szerviz alapvetően az ártalom csökkentést és a mértékletességet tűzte ki az zászlajára, ha lehet így mondani. Én azt gondolom, hogy a fesztiválokon is mindenképpen abszolút erre kell helyezni a hangsúlyt. A mértékletesség, hogy egy kicsit kifejtsem ezeket a fogalmakat, tehát a mértékletesség az azt jelenti, hogy ezeknek a tudatmódosító szereknek mindegyiknek van pozitív hatása az ember tudatára, személyiségére. Hát ezért hívjuk őket tudatmódosító szereknek, és ezért használják őket emberek időről időre. Ha csak negatív hatása lenne, akkor senki nem használná őket, hiszen senki nem akarja rosszul érezni magát. A mértékletesség az pontosan erről szól, hogy attól, hogy én most mondjuk buliba vagyok, fesztiválon vagyok, attól nem kell túllépnem azokat a határokat, amiket amúgy mondjuk az életem más területein megtartok. A legutóbbi Fishing on Orfi fesztiválon nem jellemző a tudatmódosító szerek használata, viszont az alkohol igen. A fesztiválnak is van egy úgynevezett alkohol stratégiája, tette hozzá Szabó András szociológus, a Buli Segélyszolgálat munkatársa. Ami arról szól, hogy különböző felületeken, különböző médiumokon keresztül felhívja a figyelmet a fesztiválozóknak arra, hogy tudatosan és okosan használják az alkoholt is akár. Hiszen ha már az ember megveszi azt az amúgy nem olcsó jegyet, akkor nem is baj az, ha emlékszik is rá például, hogy mit csinált aznap. Tehát, hogy ne arról szóljon, ne a teljes lerészegedésről szóljon, arról szóljon a szórakozás, hogy jól érzem magam. Az, hogy ehhez valaki használ esetleg alkoholt, ez az ő szuverén döntése. Én azt gondolom, hogy egy felnőtt társadalomban ebben nincs jogunk beleszólni, de hogy hogyan használja azt a szert, arra érdemes felhívni az emberek figyelmét. Tehát, hogy a mértékletesség egy kicsit erről szól. Fokozatosan fogyasztom a szert, és amikor érzem azt, hogy elértem azt a hatást, amit szerettem volna, akkor nagyon tudatosan abba is hagyom annak a szernek a használatát. Az alkohol hiába folyadék, a vizet nem pótolja, így például kellő mennyiségű víz és élelem fogyasztása, elegendő alvás mindenképpen szükséges egy fárasztó többnapos bulizás alatt. Ezek nagyon alapvető dolgok, de ezen múlik, hogy mennyire merül ki a szervezet. A partizás, bulizás, fesztiválozás része az ifjúsági kultúrának, de ez persze úgy jó, ha a lehető legkevesebb károsodás éri az egészséget.